Szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat, tisztelt rektorok, rektor emeritus urak. Talán rendhagyó dolog egy ilyen köszöntő beszédet azzal kezdeni, de nekem ennek a projektnek a megálmodásához tulajdonképpen semmi közöm nem volt. Tehát gratulálok annak, aki kitalálta, és nem szeretnék idegen túllal ékeskedni, csak ezért mondom ezt, hogy ez az álom, ez megfogalmazódott az egyetem vezetésében, a klinikusok fejlesztési szándékaiban, és az én dolgom, vagy az én hozzájárulásom ehhez kettős volt. Az egyik az, hogy kilöktük ezt a projektet a bürokrácia kátyújából. Aki uniós fejlesztési programon dolgozik, az tudja, hogy milyen komoly szervezettséget, milyen kitartást igényel, hogy összehozzanak egy ilyen projektet. És a másik feladat az volt, hogy az ország ellátó rendszerében kijelöljük azt a szerepet, amit a korányi projekt elvégzésével a Semmelweis Egyetem el fog tudni látni. Úgyhogy a legfontosabb üzenete ennek a köszöntőnek az, hogy mi igyekszünk újra gondolni racionálisan az ország ellátó rendszerét. A korányi projekt segítségével a Semmelweis Egyetem egyfajta délpesti sürgősségi központtá válhat, ami kijelöli a következő 25 évre az ellátó rendszerben a helyét. Úgyhogy tisztelettel kérem a kollégákat a klinikai programok újrafogalmazásakor, amikor tervezik, hogy átköltöznek ide szervezeti egységek, vagy új szervezeti egységek kapnak otthont, akkor gondoljanak arra, hogy én amikor 1981-ben kijöttem a klinikák metró megállótól, hogy az előkészítő terméhez elmenjek, ugyanezeket a klinikákat számolhattam meg. Persze rengeteg fejlődés történt ezek között a falak között, de ezzel a korányi projekttel a klinikai program újragondolását, megújítását végezzék el, mert ez most egy negyed évszázadra meg fogja határozni a Semmelweis Egyetem helyét Budapest ellátórendszerében. Kívánok a projekthez sok erőt, kívánom, hogy akik megálmodták ezt a projektet, lássák a falakat felépülni. Most én kerestem itt ennek a szülészeti élettani tömnek a golyó szaggatta falait. Örömmel látom, hogy az már a múlt. Kerestem a barakkot, ahol annak idején az én munkahelyem is volt. Örömmel látom, hogy az a felvonulási épület, ami egy korábbi, nem megvalósult fejlesztésnek a műemléke volt, az már a múlt. És örömmel látom, hogy dolgoznak, úgyhogy a kedves kollégáknak szívből jó kívánságokat közvetítek miniszter úr részéről is, hogy töltsék meg így az építkezés tervezés alatt sok kreatív energiával azt a folyamatot, ami még hátra van, és ennek az eredménye az legyen, hogy a magyar betegek, a budapesti betegek jobban gyógyulnak, ezek között a modern falak között már másféle munka zajlik majd, mint ezek között a nagyon fontos, de azért mégiscsak évszázados épület falak között. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Utolsó felszólalóként mindig nehéz az embernek a dolga, hiszen előtte már elhangzottak a fontos üzenetek. Ezért engedjék meg, hogy én inkább a fejlesztés politika oldaláról közelítsem meg ezt a beruházást. Ha van olyan terület ma Magyarországon, ahol biztos kevesebb a forrás annál, mint amennyire szükség lenne, akkor az egészségügy az biztos az. Mégis ezen a területen tapasztaljuk, hogy az elmúlt 60 év beruházásaihoz mérhető nagy beruházások zajlanak az országban, Pécstől egészen Miskolcig, Nyíregyházától egészen Sopronig. Az elmúlt időszakban, az Európai Unió jelenlegi költségvetési időszakában mintegy 220 milliárd forintnyi forrást fordítottunk, mintegy 500 000 négyzetméternyi egészségügyi ellátó intézmény felújítására, eszközfejlesztésére és újjáépítésére. Úgy gondolom, hogy ez a projekt ennek egy ékes bizonyítéka. Valóban köszönet azokat illeti, akik ezt az egészet megálmodták, akik hajlandóak voltak végigmenni a bürokrácia néha rögös útjain. Mi pedig a minisztérium képviseletében nem köszönettel tartozunk, illetve nekünk nem jár köszönet, mi köszönettel tartozunk azoknak, akik ezt valóban végigcsinálták, és a Fejlesztési Minisztérium nevében csak partnerséget tudok ajánlani. Bízom benne, hogy partnerei lehetünk önöknek a megvalósítás során is. És hogyha arról beszélünk, hogy egy fejezetet lezártunk most ezzel az alapkő letétellel, megkezdjük az építést, majd egy év múlva befejezzük ennek a projektnek az átadását a szalagok átvágásával, akkor egy új fejezetet nyithatunk, ahogy az Európai Uniós 2014 és 20 között, és olyan fejlesztések valósulhatnak a következő 7 évben, ami egyszerre szolgálja az egészségügyben dolgozók a betegek érdekeit,
és valóban egy olyan egészségügyi ellátórendszer jöhet létre Magyarországon, ami nem csak az itt dolgozó humán kapacitás tekintetében versenyképes európai és világszínvonalon, hanem azt kiszolgáló infrastruktúra tekintetében is. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.